26.000 ezer dollárt ne érintse meg a bitcoin, mert ha azt eléri, akkor úgy gondolom, hogy vége a bika piacnak. Tehát most arra kell figyelnünk nagyon, hogy május végére a bitcoin törj át újra a 40 dolláros vonalat, és tartózkodjon valahol, ugye a 38 és 40 ezer dolláros magasságban. Úgy van. Azért mindenki Decent az Finance Hungry mai videójában. Handodsz a A Mai videóban picit megnyugodtunk, kicsit visszatértünk. Um, arról szerettem volna beszélni, hogy jelenleg hol vagyok, és milyen várható újítások lesznek DeFi ecosystemben. Ugye tényleg mondtam nektek gyorsan, hogy lesz ugye a Cardano DeFi nyár, illetve hogy ö, a harmadik token, amit hol staking -e Tehát most akkor először is kezdjünk bele abba, hogy a bitcoin mi a helyzet. Mielőtt még belemegyünk ezekbe az altémákba, Ugye én úgy gondolom, hogy ugye úgy, mint 2017. szeptemberében a kínaiak elkezdték ezt a fadot, erre fogva valamilyen óriási manipulált zuhanás történt ugye a bitcoinnál. Arra kell itt figyelni nagyon, hogy a 26.000 ezer dollár ne érintse meg a bitcoin, mert hogyha azt eléri, akkor úgy gondolom, hogy vége a bika piacnak. Tehát most arra kell figyelnünk nagyon, hogy május végére a bitcoin törje át újra a 40 ezer dolláros vonalat, és tartózkodjon valahol a 38 és 40 ezer dolláros magasságban. Úgy gondolom, hogy ha 26 ezer dollárig lehúzódik, akkor történhet meg az igazi baj, tehát úgy gondolom, hogy jelenleg inkább ezeket a vonalakat kell figyelnünk, nem szabad még ezt annyira elhamalkodottan eljelentenünk, hogy itt a vége, mint láthatjuk, ugye nagyon szépen parabolikusan föltört, tehát nyilvánvalóan valamikor egyszer muszáj visszazolni. Ezért is mondtam azoknak az embereknek, akik a metigben voltak, én kettő dollárnál kezdtem el eladni a profitjaimat, hiszen láttam, hogy nagyon parabolikus volt az emelkedés. Ha valami ilyesmit látunk, akkor ez mindig úgy érződik, mikor benne vagyunk, hogy ennek nincs soha vége, tehát folyamatosan csak megy föl, és frissítjük a kormányképet, és mindig följebb tör, följebb tör a tokenünk, de azt sosem szabad elfelejteni, hogy ami ilyen meredeken is gyorsan megy föl, az nagy valószínűséggel az emberek miatt, akik profitálnak, le fog zuhanni. Most nyilván ez a bitcoin miatt is húzódott ennyire vissza. Én személy szerint azt gondolom még mindig, hogy nagyon óvatos döntő pillanatokat fog most átélni a bitcoin a következő hetekben, de én személy szerint még nem adtam fel a reményt abban a szempontból, hogy vége van a bika piacnak, tehát mindenképpen óvatosan kell lenni most. Profitált az örüljön, hogy ki tudta venni a profitjait. Aki már abban az időszakban menne volt a bitcoin mint én, vagy egyéb más e, régebbi kriptós, akkor az még mindig profitban van, tehát mindenképpen az új emberek számára szól ez a videó, hogyha <coughs> itt vagy a bitcoinban, és te esetleg 60 ezer dollárnál ugrottál bele, vagy 65 ezer dollárnál, akkor én most mindenképpen kivárnám még azt az időszakot, Megnézzük, hogy a következő két-három hétben, tehát hogyan zárja a május a bitcoin, és ott ö, hoznék konklúziókat. Természetesen én nem vagyok egy pénzügyi tanácsadó, ez nem pénzügyi tanácsadás, ez csak egy ö, olyan személyes vélemény, amit én gondolok. Ha beleugrunk, akkor a következő coin láthatjuk a Binance coin is 45%-os korrekción eset, tehát ki ö, most hosszú távon szeretne akkumulálni és nem tudta elkapni a Binance coin korán, akkor annak itt a lehetőség arra, hogy meg tudja menni. Ilyen megnézzük a coinoknak ugye a úgynevezett parabolikus emelkedését, akkor láthatjuk, hogy itt egy nagyon nagy korrekció esteket. Ugye ha az altcoinok -ok nagyobb százalékban tudnak ilyenkor korrigálni, mint nyilván a bitcoin. Tehát mindenképpen, minél minden lejjebb megyünk, annál erősebb a korrekció. Ugye beszéltünk a harmoniról, és ezért is fog beleúrni a harmoniban a Harmony One network a Horizon Bridge-en tudtam áthidalni a tokenjeimet, tehát a Bridge Wallet, a BSC-ről tudtam áthidalni, a Bridge to One Network, tehát én ezt használom. Itt át tudjátok hidalni, és akkor végül is rajta tudtak lenni ha One network -en. Nekem itt van akkor jelenleg egy pár tokenem stékelve a poolban elhelyezem először is a likviditást. One Viper párban, és ezeket a liquidity pool tokeneket a staking gombra kattintva itt a One Viper-nél szoktam székelni. Ha nem tudnátok mi ez a staking vagy yield farming, akkor ezt a decentralizált pénzek alapjai ebookot mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe, ezt én írtam, a videó alatt lenyom a linket, addig is ugorjunk tovább a videóba. Tehát megnézitek, akkor itt már ez 100 dollárt csinált, ebből én 5 dollárt tudok kivenni jelenlegi profitként, folyamatosan székelem ezzel is növelve a DeFi által keretkező profitomat. Tehát mindenképpen itt vagyok benne. Nyilván jobban jártunk volna, hogyha nem lett volna ez az egész korrekció, hiszen akkor most a ONE és a Viper token nem zuhant volna meg ennyire. Hát, ha megnézhetjük, akkor a ONE token is még itt, itt eloldalazott. Hirtelen ugye ez miatt, a Bitcoin dump miatt most sajnos egy nagy korrekciót hajtott végre. Tehát úgy gondolom, hogy jelenleg erre kell figyelnünk, hogy a bitcoin mit fog csinálni. Május végét még én kivárnám, és hogyha jól zárja 40 ezer dollár környékén a bitcoin, akkor úgy gondolom, hogy még van esély arra, hogy egy szép év záró burran még várható lesz, mert meg még látjuk, hogy mit fog történni, amire még mindenképpen nyitott szemmel járok, az ugye a Cardano-nál, ez az a Sunday swap történet, ezt a linket majd elném a videó alatt, itt a Sunday swap a staking beszélünk. Ha stakeltek ugye Sunday Swap-on a leírásban itt meg tudjátok nézni, hogy hogyan, akkor részesültök majd egy jövőbeli Sunday Token airdropban. Ugye a Sunday Token ez hasonló lesz, mint a Pancake swap a a kék tokenje, tehát ez is egy decentralizált váltó lesz a Cardano platformon, tehát mindenképpen én ebben részt fogok venni. Itt van az Initial Stake Pool Offering, tehát ISO. Mindenképpen részt vann, veszek én. A másik, amire várok, ugye az a, amit már többször mondtam, Pools Chain. Itt lesz egy Sacrifice Period. Azt csiripik, csiripelik a mandanak, hogy június 4-en lesz ez a Sacrifice Period. Itt majd az ERC20 tokenjeiteket fel tudjátok áldozni. De minden olyan token, ami ERC20 és a Metamaskon van tárolva, illetve más olyan valeten, azokat megkapjátok alapból a Pulse chain újból. Tehát ez tulajdonképpen az a kripto egyik legnagyobb airdropja lesz. Erről nagyon nem beszél sok mindenki. Én mindenképpen azért ezt is meg fogom próbálni egy kísérleti összeggel, meglátjuk, hogy mi fog történni. Tehát én ezekben leszek most benne a következő napokban, hetekben. Mindenképpen foglak titeket még tájékoztatni. Ami még fontos a Cardano-nál, ugye akkor az a, az a Sunday történet, illetve az Ergo ezt is ne majd a videó alatt nektek, ez is egy nagyon érdekes Cardano Defi platform. A jövő, következő jövőben ez is ki fog jönni. Mindenképpen stay tuned, és következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok!